Mindenkinek nagyon szép reggelt kívánok, köszöntöm Önöket itt a Startban, és kezdjük is el azonnal, hogy mit írnak a mai lapok, mik a legfrissebbek, és akivel a lapszemlét végigvesszük, ez Horváth Csaba főváros MSZP-s képviselő, jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! Kezdjük talán a tegnapi nap legfontosabb hírével, lezárult ugye a rendőri vezetőknek a pere legalábbis első fokon. A Fidesz azt mondja, hogy felháborítóan enyhe ítélet született, és akkor nézzük, hogy az MSZP például mit mondott. Az volt a véleményük, hogy remélik, hogy eljön az az idő, amikor az utcai erőszakot mesterségesen generáló a randalírozó csoportokat a háttérben szervező személyek is a vádlottak padján ülnek, majd kiknek kellett volna vádlottak padján ülni. Nem szeretnék egy újabb perben részt venni, de azért sejtjük, hogy a kérdés, ha helyesen tesszük fel, hogy kinek állt érdekében. És nem állítom most szándékosan, hogy ne legyen perelhető, hogy a Fidesz, de mondjuk úgy, hogy több mint érzetek vannak arra, hogy a Fidesznek komoly szereplői vehettek részt ennek a szervezésébe, de mondom, nem állítom, hanem inkább kérdésként teszem föl, hogy vajon ez a sok furcsaság, ami történt akkor, hogy akkor is úgy jelentek meg, és olyan gördülékenyen haladta a dolog, az valahogy, és annak a vizsgálati anyagai soha nem kerültek nyilvánosságra, nyilván megvan a politikai oka, hogy miért. A rendőri vezetők enyhe ítéletével kapcsolatban viszont maga a bíró mondja azt, hogy a politikai akarat nem volt meg ahhoz, hogy kellő időben el lehessen indítani ezeket az eljárásokat, és részben ez az időelhúzódás az oka annak, hogy nem lehetett feltárni a cselekményeket teljes valóságokban. Ez ugye a 2015 időszakra is vonatkozik, hogy akkor nem volt erre politikai akarat. Hát ezt nem nagyon értem, mert azért azóta is eltelt 5 év, tehát most független attól, hogy 2006 és 10 között milyen szinten vizsgálódtak, azért volt ott egy nagyon masszív göncöljelentés, ami feltárta egyébként ezeket a furcsa momentumokat is, tehát mind a Jobbik, mind némileg a Fidesz irányába, mint olyanok, akik haszonélvezői voltak ezeknek a zavargásoknak, és az, hogy a Fidesznek ennyit sikerült kihoznia ebből az ügyből, az azt jelenti, hogy azért a bírói kart még nem sikerült zsebrevágni, mint ahogy egyébként ők ezt a bírói kar átalakításával tervezték. És lehet persze ilyen sértődött nyilatkozatokat kiadni, de az igazságszolgáltatásnak van egy sajátja, hogyha az tisztességesen működik, akkor az igazságot szolgáltat, és nem pedig a Fidesz kampánygépezeteként működik. Maguknak a rendőri vezetőknek az ítéletével kapcsolatban egyébként mi a véleménye? Gyurcsány Ferenc például azt nyilatkozta, hogy az lehetséges, hogy szakmai hibákat követtek el a rendőri vezetők, de az nem egy büntető jogi kategória. Ön szerint egyébként szakmailag megfelelő volt az eljárás, ami 2006-ban történt? Anélkül, hogy értenék a rendőri munka irányításához, főleg tábornoki szinten, nekem is az az érzésem, hogy nem álltak a helyzet magaslatán, de ez inkább egy rendőrségen belüli fegyelmi eljárásnak a része lehetett volna, vagy megállapítani azt, hogy mondjuk egy rendőri vezető mennyire állt a helyzet magaslatán, de ez én is azt gondolom, hogy nem áll arányban azzal, hogy ebből egy nagyon masszív büntetőügyet kreált a kormánypárt, a Fidesz, és az, hogy az ítélettel maguk az érintettek mennyire értenek egyet, nem értenek egyet, tény, hogyha egy szervezetben történik egy hiba, már pedig ugye komoly hiba volt, amit ott szakmailag kimutatható módon elkövettek, egyet beütöttek, az, hogy a randalírozás, a gyújtogatás olyan szintig jutott, ameddig eljutott, ezek rendőri hibákat is mutatnak, amiért azt gondolom, hogy hiába nem a tábornok a legfelsőbb felelős, lehet, hogy egy helyszínen intézkedő kapitány nem volt a helyzet magaslatán, vagy nem akart a helyzet magaslatára kerülni. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy ez egy kiemelt személyi felelősséget vonna maga után. Ez a rendőrség szervezeti hierarchiájában lévő hiányokat, de annyit azért tegyünk mentségükre oda, hogy azt megelőzően 20 évig nem volt arra példa és gyakorlat, hogy ilyen típusú utcai fenyegetéssel kelljen a rendőrségnek szembenézni. Tehát ez azt gondolom, hogy váratlanul ért a rendőri vezetőket, egyébként személy szerint engem, budapesti polgárt is nagyon váratlanul ért, és megdöbbentett. Menjünk tovább, nézzük, hogy mit vannak még a címlapon, természetesen a Magyar Idők címlapján is a rendőrper, és emellett természetesen a másik fontos és érdekes téma, Hólimbel ugye
talán kinevezése óta most először fogalmazott meg nagyon-nagyon komoly kritikákat Magyarországgal kapcsolatban, és Lázár János természetesen erre válaszolt is. Például azt, hogy egyetlen unión kívüli ország beavatkozását sem toleráljuk, tehát azt mondta Lázár János, hogy az Európai Unióval van dolgunk esetleg egyezkedni bizonyos témákban, de Amerikával nem. Ebben azt gondolom, hogy még részben akár igaza is lehet Lázár Jánosnak, de a valódi kérdés nem ez. Hogy ki teszi szóvá azt, hogy itt nagyon furcsa és rossz dolgok történnek ebbe az országba. Az, hogy joga van-e, azt mindenki ítélje meg maga. Hogy lehetősége van bármely országnak más országgal kapcsolatban diplomáciai úton vagy nem diplomáciai úton kifejteni a nem tetszését, azt gondolom, hogy ez meg minden országnak szuverén joga, aztán legfeljebb kap érte egy hadüzenetet. De itt a konkrét esetben a lényeg mégiscsak az, hogy az államilag szervezett korrupció, aminek már a lábai lovastól látszanak ki mindenhol, recsegropog, nyíltan lopják el az állami földeket, nyíltan lopják el a közbeszerzéseket, olyan nyíltsággal adják oda a haveroknak a százmilliókat, a százmilliárdokat, hogy egész egyszerűen az ember már felháborodni és alig-alig tud két levegővétel között, mert olyan szaporosága jönnek, és nekem van egy olyan rossz érzés, hogy mintha Fidesz szándékosan csinálná ezeket ilyen nagyon sűrített üzemmódban, mert ha 100 korrupciós ügy van egyszer, akkor nyilvánvalóan az ember le se tudja reagálni, csak azt látja, hogy hát itt is visznek, ott is visznek, amott is visznek, de maguk az ügyek egyesével nem tudnak nagyon, nagyon alapos tudatossággal eljutni a választók fejéhez, de azért az, hogy ez az ország érzi, hogy ez a legkorruptabb kormány, ami az elmúlt 25 évben volt, ezt minden kutatás bizonyítja, még a fideszes szavazóknak a 40%-a is úgy gondolja, hogy a második és harmadik Orbán kormány a legkorruptabb kormány a rendszerváltás óta. Ugye az MSZP kormányzás idején akkor ugyancsak gondolhatták ezt az emberek a BKV botrányok kapcsán. Önök gondolták, hogy meg fog bukni például a Nokia-s dobozos perés, vagy a BKV-nak a Eleonora... nem emlékszem már a pontos kérdésre. Szilágyi Eleonora, így van, igen, hogy valószínűleg nem áll meg az a vád sem. Mert hogy egyébként a párt rossz szereplésével ez nagyon ráütötte a bélyegét a BKV-s botrányok. Ez pontosan így van. Az, hogy gondolni gondoltuk, de tudni azért nem tudhattuk, mert hát közben azért az ügyészségnek a fideszesítése, vagy a bíróságra való nyomásgyakorlás, azért volt néhány olyan ítélet, amiben elég erőteljesen látszott a politikai motiváció. Például Molnár Gyula 11. kerületi volt polgármester ügyében, ahol teljesen indokolatlanul és bizonyítékokat nem figyelembe véve, sőt, hamis tanúkat figyelembe véve hoztak egy olyan másodfokú ítéletet, amit persze utána a harmadfok kidobott. De a dolog lényege, hogy az igazságszolgáltatást még nem sikerült olyan mértékben meggyengíteni a Fidesznek, hogy ez az ő eredményeiket hozza, és az látszik, hogy mind ezekben az ügyekben, mind más ügyekben, hát ha jól emlékszem, Budai Gyula és Papcsák urak, akik elszámoltatási kormányvisszasok voltak, 1350 ügyben tettek feljelentést. Ebből, ha jól tudom, talán 3 vagy 4 ügy jutott egyáltalán bírósági szakaszba. Az összes többi megalapozatlan volt. Tehát jól látszik, hogy ennek volt egy koncepciós jellege, azt az érzetet kellett kelteni, hogy itt a szocialisták, szabaddemokraták itt mindent el akarnak vinni, el akarnak lopni, és nyilván meg is csinálták, mondják ők, és aztán persze menet közben kiderült, hogy ez hazugság volt, és hazugságra épített kampánnyal nyertek 2010-ben. Az, hogy ezért cserébe... Történelmi távlatból azért érdekes ezekre az ügyekre visszagondolni, úgy, ahogy a büntetőperek ugye eljutnak ebbe a fázisba, és a legtöbb büntetőügyben felmentő ítélet. Az, hogy Budapestet születik, emiatt veszítettük el... Meg önöket? Hát azt tudom mondani, hogy Budapestet, hogy emiatt veszítettük el, erre én is azt gondolom, hogy nagy eséllyel mondanám azt, hogy ez az ügy kulcsszereplője volt annak, hogy kétharmada lett a Fidesznek, mert ez egy nagyon intenzív és permanens kampány volt, és azt gondolom, hogy kulcs szerepe volt abban, hogy Budapest elesett, noha azért ez egy normális, nyílt, szabadságkedvelő, ha úgy tetszik, korábban baloldali liberális város. És azt gondolom, hogy jelenleg is az, csak van némi kiábrándultság. Persze, hogy ezekre az ügyekre fény derül, hogy a Fidesz szállításai nagyjából azért hazugságra épültek, azért talán az alapértékek alapján vissza fog ez a város rendeződni, de hát ezért ebben még nagyon sok munkát kell tennünk. Lehet mondani azt, hogy mondjuk, ami Gyurcsány Ferencnek az összödi beszéd, az a Budapest MSZP-nek a BKV-s ügye?
Hát nem, mert hogy a BKV-s ügyek azok nagyrészt reált történetek. Népszerűségvesztés szempontjából. Gyurcsány Ferenc meg saját maga döntött úgy, hogy elmond egy beszédet, tehát a kettő nem ugyanaz. Az egyiket ön ellen követik el. Igen, csak a népszerűséget azóta sem sikerül visszaállítani. Ebből neki igaza van, de az egyiket ön ellen követik el, felépítenek egy hazugsághalmazt, és tálalják rendkívül nagy erővel és politikai intenzitással. Az összödi beszéd ügyében pedig Gyurcsány Ferenc úgy döntött, hogy elmond valamit, ami a saját népszerűségvesztését és egyébként a szocialista párt népszerűségvesztését hozta. 2006 óta, mióta ez a beszéd elhangzott, gyakorlatilag minden választást elvesztettünk. Tehát nyilván ezen nekünk túl kell lendülni, és erre csak plusz teherként rakódott rá ezeknek a korrupciós ügyeknek a vádja, amelyek szépen lassan dőlnek meg. Bár azért egy-egy koncepciós ítéletet sikerül összehozni a Fidesznek, mint két hete Tátrajékkal szembe egy teljesen blőd ügyben. Ugye azt mondta, hogy ezen a népszerűségvesztésen túl kell valahogy lendülni, hát a számokban ugye nem az látszik, hogy egyelőre sikerülne, hát 4 hónap alatt 11%-ról 7%-ra torlázta le magát az MSZP népszerűsége. Mi a baj? Mit nem csinálnak jól? Egyrészt az a baj, hogy ezek a kutatások nem egyeznek egymással se. Tehát én igazából szívesen egy szobába leültetném az összes közvéleménykutató céget, mert ennél sokkal jobb számok is jelentek meg. Másfélszer ekkora támogatottságot is mutattak a szocialista pártnak több kutató is az elmúlt hetekben, de ezeknek az átlagát... Növekvő tendenciát egyik sem mutat. De éppen a múlt héten jelent meg, ha jól emlékszem, egy enyhén, tehát összesen a Fidesznek és az MSZP-nek pozícionáltak egy enyhén növekvő pozíciót, de ezt tegyük félre, mert a kutatások nem visznek soha igazán közel a megoldáshoz. Az látszik, hogy a mai politikai intenzitás, amit az ellenzék kifejt, az a választóknak önmagában ma még nem ajánlat. Tehát ennek egy érzékelhető, az életükre befolyással bíró új ajánlatnak kell lennie. A szocialista pártnak ez a fizetésemelés, amit lehet populista demagógiának nevezni, de a helyzet az, hogy ha föltesszük a kérdést egyenként, hogy ön szerint egy ápolónak tényleg 82 ezer forint nettóért kellene a betegek ágya mellett állni, úgyhogy közben azon idegeskedik, hogy otthon hogyan fogja ellátni a gyermekét, a családját ebből a pénzből, és egyébként ez három műszakba teszi. Vagy egy pedagógusnak tényleg 112 ezer forint nettóból kellene 32 nagyon idegesítő gyermek mellett, beleértve a saját gyermekeimet is, ellátni őket, és nem idegeskedve a napi számlák kifizetésén. Tehát azt gondolom, hogy amikor ez egy 800 milliárd forintból megoldható, és ezt az összeget ki tudjuk mutatni a mai költségvetésben is, és a jövő évben is, nagyjából 1500 milliárd mozdítható forrására rendelkezésre a költségvetésbe, akkor igen, ez egy társadalmi döntés tud lenni, hogy a szociális munkásoknak, az óvónőknek, a tanároknak, az egészségügyben dolgozóknak, a rendőröknek, a katonáknak odaadjuk-e azt a pénzt, azt a minimális pénzt, tehát nem egy luxus körülmények közé való érkezés jelent, hanem legalább a minimális megélhetés költségeit. És természetesen igen, az adópolitikának is arról kell szólnia, hogy a versenyszférában hogyan lehet több pénzt keresni, azzal a munkával, amit elvégzünk, az egyébként Európai Uniós átlagban 10-12 óra kiemelkedően magas, tehát nem igaz, hogy a magyarok nem dolgoznak eleget, viszont talán az adókról és a járulékokról részben le lehetne mondani, és nem csak az SZIA, mint probléma, tehát az egykulcsos SZIA a probléma, hanem azért ott vannak az egyéb, mind a munkaadót terhelő járulékok, mind a munkavállalót terhelő járulékok. Bocsánat. És ha a kormány lemondhatna mondjuk például a 27%-os áfa egy jó részéről, akkor nagyon másképp tudnának a magyarok is fellélegezni és költeni, és egyáltalán a saját családi költségszerkezetüket kitalálni. Bocsánat, még egy pillanatra békevés ügyekre térünk vissza, de most már napi szintű kérdésekre. Ugye az állami költségvetésben 24 milliárdot ígértek meg a BKV finanszírozására, ezt nem kapta meg a főváros. Cserébe a közgyűlés úgy döntött, hogy a Dagálynak nem engedi át a tulajdonjogát. Ez egy zsarolás a főváros részéről? Igen, ennyi sikerünk volt, mi nyújtottuk be ezt a módosítóindítványt. Mert ugye önök javasolták, de aztán a fideszes többségű közgyűlés aztán, is így döntött. Aztán történelmileg úgy alakult, hogy elfogadták. Nem a módosító indítványunkat, de visszavonták a napirendről annak az átadását, tehát tulajdonképpen tartalmilag elfogadták a javaslatunkat. A helyzet a következő. A kormány 2010-ben még közel 80 milliárd forintnyi támogatást adott évente a közösség közlekedésre Budapesten. Ez még egy 2009-ben kötött főváros kormány megállapodás alapján történt. Ezt 2011-ben Tarlós és Orbán úrék felbontották,
anélkül, hogy egyébként elemezték volna ennek a hatásait, és ezt követően folyamatosan csökkent le a 80 milliárd, ma éppen 40 milliárd környékére, amiben minden évben megjelenik, hogy a fővárosnak kb. 25 milliárddal többet kell befizetnie a közlekedésbe, mint amennyit korábban tudott, és ezen felül még mindig hiányzik 15 milliárd. Tehát a kormány ma nem 24 milliárddal adós, az a költségvetésben vállalt kötelezettség, ami ez olyan, mintha ön elvégezte a munkát, egyébként már le is igazolták, de nem utalnák. Tehát itt is ez a helyzet, és ezen kívül még hiányzik 15 milliárd, ami önmagában is komoly problémát okoz, tehát itt bérekről, üzemanyagról, működésről szól. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és elmondta mindezt. Köszönöm szépen.